Hello mindenkinek, én Kipi vagyok és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban folytatjuk a Hakuna Matatás sorozatunkat. Ez már, ha jól tudom, a 9. rész lesz. És az előző részben igazából ott hagytuk abba, hogy segítettünk Zirának a kis gonosz feladatai elvégzésében, és most megszállták Büszkeföldét, átjöttek a másik dimenzióból a barátaival együtt. És hát most nem tudom igazából mi van, Rafiki eltűnt, tehát a majom az eltűnt, úgyhogy nem tudom, hogy hol van, mit csináltak vele. Mindenesetre innen fogjuk folytatni, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog majd nektek ez a videó. Hogyha ez így lesz, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal és írjátok meg kommentben, valamint osszátok még a videót ismerőseitekkel. És szerintem akkor vágjunk is bele, hogyha emlékeztek, az előző részben elég komoly problémák voltak a laggal, amikor ránéztem egy állatra. Hát ez most megjavult, láthatjátok, hogy egyáltalán nem laggolok. Kitöröltem a Damage Indicators modot, ami ugye a bal felső sarokban mutatta mindig a mobok életerejét, és most úgy megjavult, nem tudom, hogy ez okozta a problémát vagy nem, mert ugye az egész sorozatban bent volt ez a mod, de soha nem lagolt még miatta a játék. Na mindegy, most szerencsére megjavult, ez a lényeg. Úgyhogy szerintem akkor vágjunk is bele és nézzük meg, hogy pontosan milyen feladatunk van. Igen, itt vagyunk most akkor velük, hát akkor beszéljünk Zirával. Á, a büszke földe, ahogy emlékeztem rájuk. Ez a fal tökéletes kezdőpontja lesz a hódításainknak. És ne aggódj, megszabadultam attól az idióta Rafikitől, aki itt lakott. Úristen, mi az, hogy megszabadultál tőle? Srácok, ugye nem ölte meg Rafikit? Szeretnéd hallani, hogy mik voltak az utolsó szavai, mielőtt eltávolítottuk őt? Hát, igen. Azt mondta, hogy keresd meg Timont és Pumbát, majd ők tudják, hogy mit kell tenned. És ezt miért mondta el nekem Zira? Miért mondta ezt el nekem? Hát ezzel el tudom győzni őt. Úgy hangzott, mintha valami utasítást hagyott volna neked hátra, de tudom, hogy te soha nem árulnál el minket. Á, nem foglak elárulni, Zira. Soha többé nem fogok látni egyetlen kesejűt sem. Soha nem jutottunk volna el ide a segítséged nélkül. Scar büszke lenne rád. És már török az ég is, már tényleg ilyen nagyon gonosz erők uralkodnak ebben a dimenzióban. Próbáltál már más dolgokat is beledobni az Outwaterbe? Természetesen én biztos nem mennék oda-vissza, de érdemes kísérletezni azzal a furcsa medencével. Oké. Közben már nagyon el akar innen menni, Zira. Jó, szerintem mindent elmondott, amit akart. Srácok! Eltüntették Rafikit. Alszunk egyet. Ó, vannak szörnyek. Jó, hogy ők a szörnyek? Hát jó, akkor nem tudom megszüntetni az esőt. Viszont meg kell keresnünk Timont és Pumbát. Na jó, hát akkor vágjunk bele. Úristen, srácok, ez a vihar, ez nagyon megadja az alaphangulatot a mai videóhoz. Meg kell keresnünk Timont és Pumbát, srácok, mert elvileg csak ők tudják a megoldást a problémára. Viszont nem tudom, hogy Zira miért mondta ezt el nekem. Mert hát most végül is így le tudom őt győzni, hogyha megtalálom Timonékat, akik egyébként arra voltak. Remélhetőleg őket nem bántotta. Nagyon durva, srácok. Ömlik az eső. A büszkeföldét megszállták a gonosz oroszlánok. Zira vezetésével. Ó, itt egy hiéna. Nagyon durva. Teljesen megváltozott itt a korábbi békés élet. Igen, így sajnos nem fogjuk látni az életterejét a moboknak. Hát ez a vihar, ez nagyon durva most, ez tökéletes időzítés ehhez a jelenethez. Remélem még itt vannak Timonék. Most nagyon nagy szükségem van rájuk, mert konkrétan büszkefölde sorsa van a kezünkben. Timon! Pumba, hol vagytok? Ne bújócskázzunk most, jó? Most tényleg nagy a baj. Most nem bogarakat hozok nektek, hanem fontos híreket. Timon! Pedig itt szoktak lenni. Ha csak nem sétáltak el nagyon messzire. Ezek az átkozott hiénák, srácok. Biztos örülnek most, hogy átváltozott a hatalmi rend. Timon! Pumba! Háj, srácok, ez így nem lesz egyszerű. Én azt hittem, hogy szépen eljövök ide, és akkor megtalálom őket. Remélem nem esett bajuk. Ha! Hál' Istennek, jó.
Srácok, nem fogjátok elhinni, Zira, tudjátok, nem tudom, hogy tudjátok-e, de a gonosz oroszlán átjött a dimenziójából, lehet, hogy az én hibámból, de átjött, és Rafiki pedig eltűnt. Köszönöm, Pumba. Akkor inkább veled beszélek, mert Timon még kereskedni akar. Szavasz, kölyök! Szomorúnak tűnsz, segíthetünk? Mit mondasz? Az oroszlánok elfoglalták Rafiki fáját? Az oroszlánok? Ó, utálom a száműzött oroszlánokat. Legalább annyira, mint a hiénákat, mert utálom a hiénákat. Rafiki egy nagyon régi barátunk, de nem hiszem, hogy Timonnal együtt bármit tudnánk tenni. Várjál csak, Timon! Pumba, ez a legrosszabb ötlet, amit valaha hallottam. Várjunk csak, van egy nagyszerű ötletem. Pumba, tudna esetleg egy kis gázt eregetni, és azoknak a száműzött oroszlánoknak el kellene tűnniük abból a fából, mert nem bírják azt a szagot. Na és ez be is mutatta nekünk Pumba. Én viszont nem megyek 100 blokknál közelebb azokhoz, a vad oroszlánokhoz, és valami nagyon erős dologra lenne szükséged. Megvan, adok neked egy pumpboxot. Hozz Pumbának néhány deszkát, 16 bogarat, egy vödör lávát és egy robbanó termeszt, és készítünk neked egy gázrobbanószert. Aha. Közben el is mentek itt a nagy beszélgetés közben. Úgy sem már ott járnak, te jó ég. Jó, hát akkor végül is Pumba egy bombát fog nekünk készíteni. Tudjátok, hogy eléggé szeles természete van, és hát elég sok gáz szokott teregetni, mint ahogy azt az előbb hallottuk is. És csinálni fog belőle egy bombát, ami olyan erős szagot áraszt ki, hogy az oroszlánok el fognak menekülni tőle. Na nézzük meg, hogy akkor... igen, úgy jó csönd van itt a könyvben. Ja, hogy elárt pont az eső, amikor kinyitottam a könyvet. Nice. Jó, akkor hozni kell rengeteg bogarat. Na várjunk, menjünk vissza haza, mert ott van még néhány item a készleten, ami esetleg segíthet nekünk. Na is, beindult a zene, srácok. Ami most pont jó, mert egy kicsit így fellelkesít. Most már úgy van kedvem harcolni, van remény, srácok, hogy még megmenthetjük ezt a világot, ha hazatalálok. Ez a zene nagyon motivál. Reméljük nem copyrightos, különben most megint nem hallottok semmit. Oké. Hol van az a fa, srácok? Sietnünk kell, mert nincs sok időnk. Ki tudja, hogy Zira mire készül. Itt a fa. Vajon mi lehet Rafikivel, srácok? Ugye nem ölték meg? Nagyon bírtam Rafikit, olyan bölcs volt mindig. Most nem, nincs időm beszélgetni, orszarvú. Nagyon nagy bajban van, egész büszke földe. Az életetek múlhat rajta. Hello, jöttem szolgálni Zirát, sziasztok. Nagyságos Zira, ő felsége, megérkeztem. Van újabb feladat a számomra? Nincs? Nagyon jó, szia Simba. Figyelj csak, megoldom, oké? Okay? Hamarosan szükségem lesz rád, úgyhogy még egy kicsit bírt ki. Na, gyorsan srácok, most itt az esély, tehát akkor mi kell nekünk? Rengeteg deszka, vagyis hát annyira sok nem, de valamennyi kellett neki. Úgyhogy ezt majd le fogjuk bontani. Bogarak kellettek még, viszont nekem csak 4 darab bogaram van és 16 kellett. Mit mondott még? 16 bogár és egy... igen, egy robbanó termesz. Hát azt szerintem nincsen, úgyhogy azért be kell mennünk megint abba a dimenzióba. Illetve egy... na most ezt meg kell néznem, hogy ezt pontosan hogy kell lekraftolni. Egy ilyen jar of lava. Aha, Pride Stone kell hozzá és meg kell tölteni. Jó, hát az összes Pride Stone-t eltüntettük. Na várjatok, akkor egy kicsit lepakolunk. Oké. Okay. Van még kajánk, már kezdtem aggódni, mert nem sok húsunk van. Jó. Akkor... akkor bemegyünk a másik dimenzióba. Azt hittem megszabadulok ettől a helytől, de nem. Mert kellenek termeszek. Jó. Hello. Jó, srácok, ez a zene most nagyon felpörgetett. Most úgy érzem, hogy van esélyünk Zira ellen. Ajaj, majdnem belesétáltam a lávába. Annyira elkezdtem itt... Hát így nem tudom, elvarázsolt ez a zene. Ő át tud jönni? Ah, nem tud átjönni. Na, mi van? Ugye? A láva az nem túl kellemes. És átjön. Úristen, ezek nagyon ostobák. Na jó, ugye nem támadsz meg, nem? A hímek azok általában rendesebbek.
Bocsi. Ezek itt mind belesétálnak a lávába? Na jó, nekünk csak kell... mennyi termeszt kellett? Egy darab exploding termite, oké. Jó. Remélhetőleg nem robbantják fel egymást, mert múltkor is elég nehezen szereztük meg. Na igen, tehát erről beszélek. Hamarabb kell megölni őket, mint hogy... felrobbannának, de az nagyon nehéz, mert nem tudom megütni őket. Egy itemet dobjatok már, légy szíves. Várjatok, ezt most okosan kell csinálni. Komolyan? Azaz, jó, megvan. Ennyit akartam. Jó. Oké. Ennyi volt igazából ez a dimenzió. Remélhetőleg már soha többet nem kell visszajönnünk ide. Menj innen! Ostoba, keselyű. Oké. Jó, na most nem kéne itt meghalni. Nagy hőstetteink közepette. Oké. Rajtunk múlik, srácok, büszke földe sorsa. Tehát azért most itt kicsit figyelni kéne. Hol a kapu? Ott van, oké. Jó, megvan a termesz. És ez is utánam jön, de jó. Gyorsan gyerünk, menjünk át a portálon. Menj innen! Ó, nem lát engem. Jó. Hús, ez a fa, ez srácok, sokkal színesebb volt még régebben, de mióta Zira itt van, azóta átalakult egy kicsit. Jó, akkor kellenek nekünk bogarak, rengeteg bogárhoz, viszont kellene egy balta is. Van már 4, tehát még 12 bogár fog kelleni, itt van a baltánk. Jó, illetve akkor kell kő is, hogy lekraftoljuk azt a kis, hát nem tudom mi az, jar, hát ilyen kis... agyagedényt, vagy kőből készült kis edényt, mert kell láva is. Ó, nem ugrottam le a vízbe, olyan rég ugrottam már le. Na mindegy. Most a lépcsőn jöttünk. Volt itt valahol egy kidőlt fa, amit láttam, de már nem tudom, hogy hol. Viszont akkor követ mindenféleképpen bányászunk. 5 darab kellett, ugye? Úgyhogy ezt egy gyorsan kölcsön kérem. 1, 2, 3, 4. Na még egyet, úgy. Oké. És akkor majd lekraftoljuk fönt a crafting table-ben azt a kis jar-t. Viszont ha már itt vagyunk lent, akkor keresni kéne egy kidőlt fákat, ami nem lesz egyszerű, mert a környéken már az összeset... Hello. A környéken már az összeset megtaláltam. Bármint mondtam, egyet még találtam videón kívül, de nem tudom, hogy hol van, meg hát az annyi nem elég, mert ugye még 12 bogár kell nekünk, és annyit nem tudunk egy kidőlt fa alól szerezni. Jó, együnk egy kicsit, mostanában nem is figyeltem arra, hogy éhezek, annyira koncentrálok itt a küldetésre. Jó, hát akkor szerintem most arra fogok elindulni, mert arra még nem nagyon keresgéltem ilyen kidőlt fákat. És arra biztos lesz. Remélhetőleg. Jó, akkor mi az, ami még hiányzik? Tehát a deszkát azt le tudjuk kraftolni. A lávát azt majd megszerezzük, miután lekraftoljuk a jar-t. Most menjünk a bogarakért, a termesz megvan. Kellett még valami? Ki járkál itt, ja? Mindig azt hiszem, hogy hiénák jönnek utánam. Elvileg minden más megvan. Már csak össze kell kraftolni az alapanyagokat. Jó, hát akkor most keresgélek ilyen kidőlt fák után, és hogyha találok, akkor majd jelentkezek. Ó, itt van egy kidőlt fa. Jó. Köszönöm, ezt kikapcsolom, mert most nem kell. Oké. Okay. Remélem ez a balta nem fog... Hello. Remélem ez a balta nem fog... hamar széttörni. De szeretem elhasználni az itemeket, mielőtt egy újat kraftolok. Jó, van nálunk már 8 darab, akkor még 8 kell. Ugye összesen 16-ot kért. Ó, tollak. Oké, hát akkor még keresgélek tovább, srácok. És itt is van egy, sőt, nem az, az. Nem baj, oda itt van viszont egy másik, jó. Ebből már csak meg lesz. Hiénákat hallok, de szerintem ők alattam vannak ilyen barlangrendszerekben. Jó, 12, még 4 darab kell. Ó, azt hittem le fog esni. Oké, 2, 3, na még egyet. Jó, már megijedtem. Jó, 16 darab, megvan. Oké, akkor irány vissza a ház, és akkor igazából deszkák kellenek még, de az már meg is van. Igen, planks, nagyszerű, és akkor még le kell kraftolnunk azt a jar-t, azt a kis edényt, azt meg kell töltenünk lávával, és elvileg kész vagyunk, ha jól számolom a dolgokat.
Hát srácok, érdekes, tehát Pumba készít nekünk egy bombát. Tök grímelnek is a dolgok, egyébként jó irányba megyek. Aha, igen. Ami igazából hát elég nagy bűzt fog generálni. Nem tudom, hogy Pumba hogy fogja belerakni azt a szagot, de igazából annyira nem is érdekel. És elvileg az annyira erős, hogy egyszerűen el fognak menekülni az oroszlánok. Hát nem tudom, hogy ennyivel meg tudunk-e szabadulni majd Zirától is, meglátjuk, de már bánom, hogy beálltam mögé és teljesítettem a kéréseit. Hát ugye, hogyha láttátok az előző részt, akkor tudhatjátok, hogy Zira mindenféle rosszba belevitt engem, és egy csomó rossz dolgot kellett csinálnom miatta. De hát ez mind csak azért volt, hogy elnyerjem a bizalmát, és most, hogy a bizalmába férkőztem, így nem fog számítani a támadásomra, hiszen az előbb mondta is, hogy azért mondja el nekem ezt az információt, amit Rafiki mondott, mert bízik bennem, és tudja, hogy nem fogom hátba támadni. Hát, azt ő csak hiszi, ugyanis pontosan ez történik jelenleg is. Eszünk egy kis mangót. Pontosan csak hússal táplálkozok, srácok, pedig a gyümölcs bevitel is nagyon fontos. Jó. Most már jó lenne hazaérni. Olyan nagy ez a világ, srácok, hogy ez hihetetlen. Hol van Rafiki háza? Szegény Rafiki egyébként tényleg nem tudom, hogy hol van szegény. Remélem nem esett nagyobb baja. Nem tudom, mit csináltak vele az oroszlánok. Eltüntették. Pedig ő aztán nem ártott senkinek. Tehát ő egy nagyon kis aranyos lény volt, de hát úgy látszik, hogy Zirának nem tetszett. Vagy lehet, hogy van valami ősi konfliktusuk, amit most ezzel lerendezett Zira. Nem tudom. Na, a lényeg az, hogy megérkeztünk. És akkor még fel kell mennünk lecraftolni a gyárt, aztán le kell jönnünk egy kis láváért, hát ezt nem tudom, hogy hol fogok találni. Lehet, hát szerintem egyszerűbb hátmegyek a másik dimenzióba, megint vissza kell mennem, mert ott szinte mindenhol láva van. Jó, azért a kardot a kezembe veszem, nehogy itt a végén még kiderüljön, hogy esetleg rájöttek, hogy elárulom őket. Úgy köszönöm, kéne egy az arcukba mondani. Sárcok, most szerepet kell játszanunk. Szervusz, kedves barátom, egy oldalon vagyunk. Szia, Zira. Hello. Aha, már vigyorog, nézi a tájat, amit el fog foglalni, de ezt nem fogjuk annyiban hagyni. Jó. Na, akkor kell nekünk egy ilyen kis jar. Azaz. Jó, Pride Stone jar, igen. És akkor átmenjünk megint a másik dimenzióba. Ott meg lehet, hogy ott lesz az oroszlán, nem akitől az előbb elmenekültünk. Nem tudom. És akkor még vissza kell mennünk Pumbához. Ó. Oh. Ó, még haragszik rám. Miért nem tudlak megütni? Jó, ez viszont így nagyon nem vicces. Remélem nem fog belelökni a lávába, ezt gyorsan köszönöm, ennyit akartam. Megkerüljük, kicsit elcsaljuk erre. Úgy. Be a portálba, gyorsan. Nagyon jönnek, gyerünk, vigyél már át, gyerünk. Ó, oh, megálltak, ilyenkor már nem látnak engem, amikor a portálba vagyok. Jó, megvan ez is. Na akkor összegezzük a dolgokat. Tehát megvannak a deszkák, 16 bogár megvan, láva megvan, robbanó termesz megvan. Akkor menjünk vissza Pumbához. Jó. Oké. Okay. Na, most végre ezt megcsinálhatom. Ah, már hiányzott ez a kis hűsítő ugrás. És akkor menjünk vissza. És elkészül a bomba, srácok, amit remélhetőleg még ebben a részben aktiválni tudunk. Ó, már megy le a nap, akkor sietni kéne, mert nem akarok most itt a hiénekkel szórakozni. Hát nagyon unom a bőrüket. Oké. Okay. Jó, most úgy érzem, a sinem vannak a dolgok, srácok. Zira nem is sejti, hogy közeledik a végzete. Pedig a legközelibb szolgálói lázadnak fel ellene, aki egyébként én vagyok. Oké. Okay. Na, remélhetőleg nem mentek el annyira messzire Timonék. Nem, látom a némtegjüket, jól van. És ez csak az egyik ő? Nem, ott van mindkettő, oké. Okay. Trükkösek ezek a kis Timonék. Ott vannak, oké. Okay. Au. Pumba, meghoztam, amit kértél. Várjál, ide jövök. Oké. Okay. Pumba, állj hátra. Oké. Okay. És megette az összeset. A lávát is megette. Ohohoho, az igen. Tessék, most vidd fel ezt a dobozt Rafiki házába, és tanítsd meg azoknak a száműzötteknek, hogy büszkeföldével nem lehet szórakozni. Oké. Okay. És hol van a bomba? Ó, oh, leesett. Köszönöm. Pump box. Húha. Na jó. Jó nagyot beleküldött itt Pumba. Úristen, kicsit már kezd guztustalanná válni ez a történet. Nem mindegy.
akkor itt szépen feljövünk, ha sikerül. Jó, és akkor visszamegyünk. Szépen alszok egyet. Ja, nem tudok aludni, mert ott vannak tényleg. Jó, hát akkor álmukban éri a halál ezeket az oroszlánokat. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg hatásos lesz-e ez a pump box. Azért jó, jó, még fel is repült az égbe Pumba, úgyhogy beleadott apait, anyait. Oké, próbálom elkerülni a hiénákat, mert most nagyon is kedvem leállni, harcolni velük. Nice. De ezek jönnek utána egyébként, és egész jól tudnak úszni. Úgyhogy le kéne rázni őket. Ó, és már éhes vagyok. Jó, viszont leráztam őket. Oké, megesszük ezt a maradék mangót. Nagyon finom, zamatos, lítús gyümölcs. Jó. Na nézzük, srácok. A pillanat, amire vártunk egészen eddig. Most végre kiderül, hogy működik ez a bomba. És felszabadítjuk büszke földét. Szervusz, kedves oroszlán pajtás. Köszöntelek büszke földén, hogy tetszik itt mi nálunk. Zira is itt van. Ó! Oh! Ó, oh, és Zira rájött! Zira rájött! Azt mondja, hogy szereztél egy fegyvert tőlük? Hogy mersz ellenük fordulni? Száműzöttek! Támadás! És támadjátok meg ezt a árulót. Aha, na várjál. Zira rájött, úristen! De erre nem számítottam. Húha, na akkor itt... Na jó, srácok, akkor egy kicsit komolyabban kell venni a dolgokat. Hú, azok mind rám tudnak ugrani onnan föntről. Rájöttek az árulásomra. Pedig de el kell érnem a fa tetejét, srácok, mert le kell raknom a bombát. Muszáj eljutnom a fa tetejére, hogy lerakhassam a bombát. Ó, és spónolja be őket, várjál már. Menjenen! Oké, okay, szia Zira. Jó, nice. Úristen. Nehogy lelökjenek már a fáról. Ó, az leesett. Nice, oké. Okay. Jó. Simba. Eljött a pillanat. Harcolj, Simba, harcolj! Harcol, Simba, együtt harcolunk, srácok. Nice. Jó. Lehet, hogy kelleni fog majd még egy kis kaja, azt hittem, hogy már kihúzom ennyivel a sorozat végéig, de nem. Te is kérsz, tessék. Szevasz! Hát, annak ott annyi. Ah, oké. Okay. Na, és akkor... ideje letenni a bombát. De várjál, mert Zira meg odafönt van. Simba, elintézed, nem? Itt van. Gyerünk, robbanj! Ajaj. Ez nem akar robbanni esetleg? Oké, okay, Simbával harcolunk, srácok. Nem robban föl. Gyerünk! Csinálj valamit! Ó! Oh! Ó! Oh! Fúj! Rafiki! Oh! Az öreg Rafiki nem tűnt el örökké, de egy kicsit beillatosítottál itt, nem? Itt az idő, hogy helyre tegyük, amit elrontottunk. Menj át a portálon, és vess véget Zira száműzött uralmának. Oh. És felszabadítottuk a házat. Ú, milyen szép. El is felejtettem, hogy ilyen szép. Simba. Úristen, Simba meg lesérült. És akkor eltűnt Zira is. Hát ez úgy lett volna hatásosabb, srácok, hogyha fent lett volna az összes oroszlán, nem pedig megöltem volna őket, és akkor az összes eltűnt volna. Oké, okay, felhilleltük Simbát, az utolsó hús pedig megeszem én. Gyere föl Simba egy kicsit, mert megküzdöttél rendesen. Jó, üljél le ide egy kicsit, öreg Scar papa mellé. Na jó van, srácok, hát akkor visszaküldtük Zirát a dimenziójába, és visszatért Rafiki. Aha, a botjával le tudjuk ütni a leveleket, igen. Jó, hát itt már nem mond semmi érdekeset, és akkor a következő részben lesz a végső boss fight, srácok. Meg kell küzdenünk Zirával egyszer s mindenkorra. Hát, félek az a helyzet. Elég kemény ellenfélnek tűnik, és most biztos haragszik rám, amiért elárultam őt. De azért elég sokra haladtunk a mai videóban, srácok. Összeszedtük az összes alapanyagot, amit Pumba kért, és megcsinálta nekünk ezt a bombát, amit itt leraktunk. Felrobbant az összes oroszlán, eltűnt.
ami még itt volt, amit nem sikerült megölnöm, és Zira pedig visszamenekült a dimenziójába, úgyhogy elég sikeresnek mondható a mai videó. A következő részben pedig megküzdünk Zirával, és tök jól jön ki, mert pont a 10. részben lesz a boss fight, úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk már egy következő videóban. Addig is, sziasztok!